tekintettel, államtitkár úr.
A Facebookon megszerveződött egy csoport Magyar vagyok, nem idióta néven. Pár perccel ezelőtt néztem, 9000 tagja volt, biztatok innen is mindenkit, hogy pártállástól függetlenül bátran csatlakozzon hozzá, aki ezzel a minősítetetlen, több millió tisztességes, becsületes magyar embert mélyen megsértő kijelentéssel nem tud egyetérteni. Az egyik kommentelő nagyon dallamosan az eset kapcsán röviden és tömören így fogalmazott, pattog a nemzeti máz. Államtitkár úr, képviselőtársaim, én nem szeretném, hogyha az önök szavazói azt gondolnák önökről, hogy önökről lepattog a nemzeti máz. Csináljanak valamit, adjanak világos jelét annak, hogy nem tűrik el azt, hogy egy magyar diplomata ilyen szinten gázoljon bele a nemzet önbecsülésébe. Önök egyszer arcul csapták már az erdélyi magyarságot akkor, amikor Orbán Viktor személyes ígérete ellenére szavazták meg Románia uniós csatlakozását. Ne kövessék el ezt még egyszer. Hogy emlékeztessem önöket Deák Ferenc sokszor idézett szavaira. Amit erő és hatalom elvesz, azt az idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatja. De amiről a nemzet félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A kormány nevében Németh Zsolt államtitkár úr kíván felszólalni. Megadom a szót, államtitkár úr. Tisztelt elnök úr, képviselő úr, tisztelt ház! A kormány mintegy 70 nagykövetet cserélt le az elmúlt egy esztendő folyamán. Az ön által említett nagyköveteknek, akiket kifogásolt a tevékenységét, azoknak a munkájával a kormány teljes mértékben elégedett. Marton Bélát említette utoljára, a tripoli nagykövetünket. Hát hadd hívjam föl az ön figyelmét, hogy Szávai úr, fölajánljuk önnek, hogy legyen a NATO bombázások idején Magyarország tripoli nagykövete, és akkor utána azt gondolom, hogy ez a kritika, ami itt elhangzott, akkor talán más megvilágításba helyezhető. De ami a konkrét kérdést illeti, Füzes Oszkár kijelentésével kapcsolatban azt a kérdést vetette föl, hogy egyetértünk-e a nagykövet úrnak az álláspontjával, a nyilatkozatával. Egyetértünk. A magyar-román viszony az elmúlt 90 esztendőben, talán az elmúlt egy évben mondható, hogy a legjobb szinten van, és az elmúlt hetekben viszont láthatóvá vált, hogy azért ez a jó viszony Romániával egy törékeny kapcsolat. Bizonyítja ezt a kolozsvári eseménysorozat, Gyulafehérvár, illetőleg a régióbeosztási vita, de hát örömömre szolgál az, hogy a tegnapi napon úgy tűnik, hogy a kormánypártok a vitatott legérzékenyebb kérdésben, a régióbeosztás ügyében is egy átmeneti megállapodásra tudtak jutni. Magyarország részéről rendkívül felelősségteljes magatartást igényel mind a múlt, mind pedig a jelen kérdéseinek a megfelelő kezelése. Románia választás előtt áll, az elkövetkezendő egy évben a józan hangokra nagyon nagy szükség lesz. Annak érdekében is, hogy a kettős állampolgárságról szóló törvényt végre tudjuk hajtani, vagy éppen előttünk álló választójogi törvényt meg tudjuk alkotni. A nagykövet úr azt tette világossá, hogy vagy reális stratégiai, külpolitikai célokat valósítunk meg, mint például a területi autonómiát, a kulturális autonómiát, vagy pedig handabandázásba kezdünk, és azt gondolom, hogy nem volt messze az ön felszólalása a handabandázásnak a kategóriájától. Tisztelt képviselő úr, a szélsőségek ugyanis erősítik egymást, és a szélsőségek egy dolgot érhetnek el, azt, hogy feszültség keletkezik a kétoldalú kapcsolatokban, és nem tudunk előrelépni a reális, megvalósítható stratégiai célok megvalósítása területén sem. A revízió célkitűzése, amelyet meglehetősen kódoltan, de itt demonstrált képviselő úr, hogy mit jelent a revíziónak a célkitűzése, az nem éppen felelősségteljes és nem éppen józan külpolitikai magatartás egy ilyen nemzetpolitikai és külpolitikai helyzetben. Ezzel szemben viszont a kormány azon az úton jár, hogy
párbeszédet kívánunk föntartani mindazon szomszédainkkal, akik hajlandóak és képesek arra, hogy megegyezzenek Magyarországgal a kétoldalú, illetőleg a nemzetpolitikai kérdésekben. A stratégiai céloknak az érvényesítése területén pedig a nemzeti ügyek kormánya azt gondolom, hogy nagyon sok eredményt tudhat maga mögött, hogy ne említsek mást, a 100.000. Állampolgársági igény tegnap itt az országgyűlés plenáris ülésén is megjelentek, megérkezett, és bízunk abban, hogy tovább folytatódhat a törvénynek a végrehajtása. Tehát tisztelt képviselő úr, összegzésképpen azt tudom mondani, hogy a revízió az nem szerepel a magyar külpolitikai célkitűzések között, és nem tudjuk felelősségteljes és józan külpolitikai magatartásnak tekinteni azt, hogy ön ezt kéri számon a magyar kormányon. Kérem a válaszomnak a tudomásul vételét. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés, a napi rendelőti felszállások végéhez értünk. Most a részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetéséről szóló, 169-es törvény módosításáról szóló T/3636-os számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Hogy szavazott? Egy pillanat, hogy szavazott a képviselő úr? Hörségi képviselő úr. Igennel szavazott. Képviselő úr, igennel szavazott. Tisztelt országgyűlés! Az országgyűlés az előterjesztést 209+1 Hörcsik Rihárd képviselő úr igen szavazatával, tehát 210 igen, 211, 212, 212 igen szavazattal, 22 ellen szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek egy pillanatra a munkára figyelni. Köszönöm. Kérem a szavazógépeket ellenőrizni. Tisztelt országgyűlés! Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3649-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 216+1 igen szavazattal, Varga László, 21 ellen szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy a két részletes vitára a bizottsági előkészítés után még a mai ülésnapunk végén sor kerül. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a népegészségügyi termékadóról szóló T/3652-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 209 igen szavazattal, 23 ellen szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy a részletes vitára ma utolsó napirendi pontként kerül sor. Tisztelt országgyűlés, az ülésnap további részében részletes vitákra kerül sor. Munkánk folytatásáig 1 perc
Szünetet rendelek el. Tájékoztatom Önöket, hogy a módosító javaslatot benyújtott képviselők üléshelyükön készhez kapták a részletes viták tervezett időpontját és a viták szerkezetét tartalmazó kiadványt. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat a részletes vitája. Az előterjesztést Téper 3497-es számon, az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság ajánlását pedig Téper 3497/16-os számon megkapták és megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! A bizottság ajánlás összesen 14 pontot tartalmaz. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a két törvényjavaslat szerkezeti rendjére figyelemmel két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Felkérem Földessy Gyula jegyzőurat, ismertesse a javasolt vita szerkezetet. Tisztelt Országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban az ajánlás 1-től 8-ig terjedő pontjai, valamint a 12., 13. és 14. pontok szerepeljenek. Ezek a köztársasági elnök jogállásának, személyi védelmének és juttatásainak szabályait módosítják. A második vitaszakasz a 9., 10. és 11. pontokra nyílik meg, amelyek a köztársasági elnöki hivatalra vonatkozó rendelkezések módosítását tartalmazzák. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetérte a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólások kezdetén jelezzék, hogy a bizottságajánlás melyik pontjához kívánnak hozzászólni. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1-től 8-ig terjedő pontjaira továbbá, a 12, 13 és 14-es pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Tisztelt Országgyűlés, ügyrendi kérdésben Gulyás Gergely képviselő úr kért szót. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, igen, tisztelt elnök úr, nem ehhez a napirendi ponthoz, hanem a 2-es, 3-as napirendi ponthoz szeretném kérni, hogy egy óra a vita végén még ne zárja le elnök úr a részletes vitát, hanem napolja el, és csak egy óráig lehessen ezekhez a, tehát az alapvető jogok biztosáról szóló Téper 3585-ös, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló Téper 3586-os indítvány, az egy óráig lehessen módosító indítványt benyújtani. És szintén az egyházinál is, tehát a Téper 3507-es számunál is az a kérés, hogy egy óráig lehessen módosító indítványt benyújtani, ezért a végén az elnapolást kérjük, és csak ezt követően lezárást. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Intézkedtem arra vonatkozóan, hogy az ön által kért időpontig legyen lehetőség a vita lezárására. Tisztelt Országgyűlés! Mivel felszólalót nem látok, a vita e szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát,
az ajánlás 9-es, 10-es és 11-es pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Megadom a szót Lampert Mónika képviselőasszonynak, az MSZP képviselőcsoportjából. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A 11-es sorszámú módosító indítványról szeretnék beszélni, és szeretném képviselőtársaimat arról meggyőzni, hogy fogadják el ezt a módosító indítványt. Teszem ezt annak ellenére, hogy az Alkotmányügyi Bizottságban ez még nem látszott ilyen egyenes és sikeres útnak. A köztársasági elnök javadalmazásáról, jogállásáról szóló önálló törvény megalkotását általában az MSZP támogatja. Azt mondjuk, hogy legyen egy ilyen törvény, ami ezeket a viszonyokat magas szinten rendezi. Ez a köztársasági elnök alkotmányos státuszával összeillő és támogatható logikus szándék. Ugyanakkor a szabályozásban van néhány olyan kérdés, amit kritikával illettünk. Tehát csak hogy világos legyen, ez nem az a törvény, ahol mindenáron valamilyen kormánypárti ellenzéki szembenállást szeretnénk demonstrálni, miközben persze a Magyar Szocialista Párt alapvetően kritizálja azt a politikát, amelyet a Fidesz folytat, hogy a hatalom megosztást gyakorlatilag felszámolja Magyarországon, de ebben a törvényben ennek csak az oldalvizén kerülhetett szóba ez az állítás. Bár beszéltünk erről az általános vitában. Ennél a módosító indítványnál mi azt szeretnénk elérni, hogy az elnöki hivatalban a politikai főtanácsadókra, politikai tanácsadókra irányadó köztisztviselői rendelkezések szerint ne kerüljön kinevezésre az elnöki tanácsadók köre, hogy igazából mi ennek a dolognak a lényege. Miközben az általános vitában és az Alkotmányügyi Bizottságban is az államtitkár úr rávilágított arra, hogy ez csak egy jogi megoldás, hogy a köztisztviselői törvény egyébként ide vonatkozó rendelkezéseit kell munkajogi értelemben itt alkalmazni, és nem is úgy hívják, hogy elnöki, vagy politikai tanácsadó, hanem úgy hívják, hogy elnöki tanácsadó. Mi ennek ellenére azt mondjuk, hogy ez a...
Úgy gondolom, hogy biztosítsék az ő összetítéje jogzőségeleiz, nem zelgáló jogsi halászat, ez egy kettő, két vagy két lesz, megszebb a kivétleteket, mi számva, adni, tehát azok arra sintegetik, mondom, az kicsit, hogy elmenni, hogy Nagy is